Jó reggelt mindenkinek! Van az a régi vicc, hogy lebetegszik az állatorvos, és elmegy... Hogy mit csinálok? Nem az állatorvos, hanem úgy általában egy állatorvos. Szóval lebetegszik, és elmegy a dokihoz, a doki pedig megkérdezi tőle, hogy mi a panasza. Mire az állatorvos? Ja, hát így könnyű. Ez a vicc annyira pocsék, hogy... Minden állatorvosnak van egy kvótája, hogy hányszor képes agyleolvadás nélkül meghallgatni ezt az idióta viccet. De azért van benne némi igazság. Egy állatnál kifejezetten nagy kihívás lehet megmondani, hogy fáj-e valamie. Vegyük azt példának, hogy van egy halombirkád. Egy egész nyáj. Így hívják a halombirkát. Tételezzük fel, hogy az is érdekel, hogy ezek a juhok egészségesek-e, mert ha Tokiónak jó, neked is jó. Ezt gondolom nem kell részletezni, hogy miért fontos, hogy az állat egészséges legyen, és ha esetleg adódik valami probléma, azt időben felismerjük. De honnan lehet tudni ránézésre, hogy vannak-e fájdalmaik, azért csak nincs az arcukra írva. Hát pedig de. Azt azért borítékolni merem, hogy leolvasni már nem egy egyszerű feladat, olyannyira nem, hogy egy kutatás szerint még egy gyakorlott birkafájdalom értékelő szakember is csak 60-75% pontossággal tudja megmondani, hogy mennyire fáj valami az adott birkának. Ezt egy fájdalomértékelő lapon rögzítik, de azt, hogy ezt hogyan validálják, arról lövésem sincs. Gondolom azért utólag nem kérdőívezik a birkát, hogy valóban annyira fáj-e neki, mint amennyire azt a gondozója beixelte. Szóval a birkafájdalom meghatározás egy kemény dió, különösen ha egy egész nyájunk van, és minden egyes juval, egyesével állandóan farkas szemet kell nézni. És nem azért, mert a birkák egy kicsit óckodnak a farkasoktól. Azt hiszem ez volt a leggyengébb poén. Éppen ezért gondoltak úgy a Cambridge-i egyetemen, hogy a birkafájdalom analízisre is ideje bevetni a mesterséges intelligenciát. Ha már úgyis annyi mindenre használjuk, miért pont erre ne? Az ötlet persze nem volt példanélküli, korábban ugyanis már próbálkoztak patkányoknál automatizált gépi fájdalomfelméréssel, csak hát a patkányok gazdasági súlya, meg a birkák gazdasági súlya... Jó, tudom, ott vannak a tudományos kutatások is. A módszer lényege, hogy először is rá kell venni a gépet arra, hogy ismerje fel a baré arcát. Nem tudok pofát mondani szakszerűen, de hát a kutatók erősen felcsavarták a cukiság potmétert. Ezután a gépnek meg kell találnia a jellemző iránypontokat, majd ezek után mindenféle méréseket végezni és kibökni, hogy az állat makkegészséges vagy mérhetetlen, vagyis pontosabban mérhető fájdalommal küzd. Ez persze tök egyszerűnek hangzik így első hallásra, de azért vannak bökkenők. Például az, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő birka-pofa adatsor, úgyhogy az algoritmusnak van még mit tanulnia. De ami megdöbbentő, hogy egyes módszerek már most képesek olyan biztonsággal meghatározni a birkafájdalmat, mint egy ember. Ezt a hírt egyébként Habci dobta be nekem a legutóbbi podcast adásunk hírkvízében, úgyhogy hallgassátok meg, hogy vajon eltaláltam-e a helyes választ. Igen. Akit részletesebben érdekel a kutatás, az az eredeti publikáció linkjét megtalálja a videó alatt. Lehet, hogy a gépek rövidesen elveszik majd az állatorvosok munkáját. Hát lehet, hogy ettől egyelőre még nem kell tartani, de hogy a diagnosztikában rengeteget segíthetnek, azt tuti. És az így felszabadult diagnosztikai idő alatt az állatorvosok mindenféle jópofa oktató animációkat tudnak készíteni, amit aztán feltölthetnek a csatornájukra, a mi okulásunkra. Remélem vetted a célzást. Ennyi volt mára, legyen szép napotok, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!